ezzel pedig mehet Garbá. Középen hárman is kérnék, Garbá. Így lesz, jó, megpattan gól! A hatodik percben megvan az első debreceni találat. Csak úgy, mint egy héttel korábban a Zalaegerszeg ellen megint közel 6 percig bírta mindössze a Kaposvár. Innen indul minden, hogy Wackler nem tud fölszabadítani. Bódi indítja Harunát, és Garbá cselezgetése önmagában még nem feltétlenül jelentene veszélyt, de ez a fölszabadító kísérlet, vagy ez a elég furcsa védőmunka, amelyet nevezzünk gyengének, és aztán a szerencsés debreceni gól hülyen jelképezi a Kaposvár idei teljesítményét.